A központi konyha rendezvénytermébe tartandó városi ünnepségre és az azt követő fogadásra invitálták a nyugdíjasokat. Köszöntőt mondott Beleck Balázs marcali város polgármestere. Engedjék meg, hogy egy kicsit rendhagyó legyek, és ne csak az idősek világnapjáról beszéljek. Azért is eres nap, mert az első alkalom, amikor bár ismerjük ők egymást már nagyon régóta, de első alkalom az, hogy polgármesterként köszönhetem. Köszönhetem önöket. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alkalom, hogy évente egyszer össze tudjunk ülni és össze tudjunk jönni, akár megbeszélni a közös problémáinkat, a közös jövőket, bár én azt szeretném javasolni is, hogy úgy, ahogy az eddigiekben a hivatal, az önkormányzat ajtaja mindig nyitva áll az önök részére, mert tudjuk azt, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be a város életében. Mert önök azok, akik látogatják a színházi előadásokat, önök azok, akik részt vesznek a programjainkon, önök azok, akik civil szervezeteket működtettek, tehát mindenképpen aktív résztvevői a város életének. Én azt tudom megígérni, és azt hiszem, hogy az elmúlt évek ezt bizonyították, hogy ebben a városban kiemelt figyelmet fogunk fordítani ezután is az önök problémáira, és szeretnék az intézményeinket is úgy megújítani, úgy fenntartani, hogy azt önök a legmagasabb színvonalon tudják használni, és elégedettek legyenek ezzel az intézményrendszerrel. Továbbra is szeretnénk fenntartani azt a támogatási rendszert, amit az elmúlt időszakban működtettünk, ami azt gondolom, hogy lehetővé tette azt, hogy ilyen színes életé alakuljon ki ebben a városban. És az, hogy miért fontos ez az idősek napja, ami talán én azt gondolom, hogy egy rossz megfogalmazás, mert mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, és aki ide eljött, ő biztos, hogy nem idősnek érzi magát, mert ő szórakozni jött és beszélgetni jött. És ebben a szellemben próbáljuk majd ezt a mai napot is megünnepelni, és én azt kívánom önöknek, hogy az év hátra lévő részében, a jövő évben és az elkövetkezendő években és ebben a szellemben éljenek a városban, hogy mindenki, tehát ebben a városban mindenki számít, mindenki fiatal, és mindenki annyira érezheti magát, amennyinek szeretné, és nekünk pedig az a dolgunk, hogy megteremtsük ehhez a feltételeket, ezekhez a lehetőségeket, önöknek viszont az a dolguk, hogy ezt elmondják, hogy mit szeretnének. Én ezt szeretném kérni az elkövetkezendő időszakban, a mai napra pedig egy jó szórakozást szeretnék önöknek kívánni. Az ünnepi szavak után a Családokért Közalapítvány idősek világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázatának eredményhirdetésére került sor. A Fedáksári Színház művészeinek közreműködésével Volt egyszer egy táncdal fesztivál címmel csendültek fel a 60-as, 70-es, 80-as évek legsikeresebb magyar popslágerei. Egy portugál, úgy tűnik egy kőket is kár.
Felcsendült örökzöld slágerek nosztalgiával töltötték el a megjelentek szíveit.